Veteményes kert június elején, itt a legnagyobb a változás, mutatom, hogy mi fog teremni idén a kertben. A poszmékaptár mellett van pár karalábé, van itt paprika, na meg az uborka. Másik ágyásban folytatódnak a paprikák, két oldalt fokhagyma van, alig várom, hogy házi fokhagymából legyen kence a lángosra. Sárga répa a hegyek, a vasárnapi húslevesbe. Azt hittem, hogy a paprikáknak van valami bajuk, de csak hűvös volt nekik, nagyon szépen kirúgták magukat, már virágoznak. A vegyes ágyás, répa, hagyma, paprika és paradicsom. Ez itt salotta hagyma, a paprikák itt is nagyon szépek, és már indulunk a paradicsomokkal. A paradicsomok végre elkezdtek virágozni, és pár hét múlva egy igazi paradicsomerdő lesz itt. Fejesedik a vörös hagyma is, alig várom egy jó kacsazsíros kenyérrel. Ebben az ágyásban 6 paradicsompalánta van, amik már nem is palánták, már elkezdett rajtuk a kacsis megjelenni, lesz külön kacsolós videó, hogy kell jól kacsolni. Mert bizony ezek a paradicsomok nagyon nagyra nőnek, nem figyelünk oda, és egyből egy bokor lesz belőlük. A másik oldalon már hozza a termést a szeder, érnek a josták, az aranymálnák is alakulnak, na meg a japán málna szeder, ezek egyszer csak kinyílnak, és ott lesz benne a gyümölcs. Hát a málna az meg egyszerűen hihetetlen ebben az évben, roskadozik, de tényleg tele van málnával, töménytelen mennyiség lesz rajtuk. Meg is dolgoztak érte a poszméheim, virágzó bokorparadicsom, mellette a senyvedő ribizli, na de itt van a cserepes paradicsom, pár hét, és lesz friss paradicsom itthon. Több mint 20 féle paradicsomnak azért kell hely, tehát itt vannak a paradicsomültető cserepek, itt vannak a normál műanyag cserepek, szóval annyi lesz, hogy idén még csinálni fogok befőzős videót is. Először van mángold a kertbe, jól el is verte a jégeső, de nem számít, hétvégén kipróbálok belőle valamit. A zsákos krumplik már virágoznak, hát még azért van bőven idő, amíg fel tudjuk szedni a zsákokat. Az epret viszont folyamatosan lehet szedni, tele van gyümölccsel. A batáták elég rosszul néznek ki, nem akarnak beindulni, nem úgy, mint a dinnye, amit idén kipróbálok, hogy lehet ládában termeszteni, már vágom hozzá a videót, jön nem sokára.